Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya Hanna Róza érkezését egy ország várta már. A pár élete fenekestől felfordult az elmúlt hónapokban. A szülésről és az első közös hetekről tévékamerák előtt most először a Mokka riporterének Somogyi Dórának nyilatkoztak. Exkluzív interjú következik. Tóth Gabi és Krausz Gábor kislánya Hanna Róza alig több mint 2 hónapja született meg, és hát Gabiék most először a Mokkában mesélnek erről az élményről, amiről te egyébként a social media felületeiden elég őszintén beszélsz, hogy ez azért élmény, de voltak nehézségek is. Azért ezt az idő szépíti meg, ezt lássuk be, és nagyon fontosnak tartom, hogy tök őszintén beszéljünk róla, mert ettől lesz csodálatos az egész, ezekkel a nehézségekkel, a maga valóságától lesz igazán szép időszak. Az, hogy egy nő mikkel küzd meg, hogy milyen terhes is tud ez lenni, akármennyire is ellenezzük ezt a kifejezést rá, de azért ez egy nagyon-nagyon kemény időszak, ami kvázi a nők is egy kicsit meghalnak és újjászületnek, és a babával együtt születnek meg. Úgyhogy érdekes volt átélni, és nagyon hálás vagyok, hogy átélhettem minden nehézséggel együtt. Milyen érzés? Anyukának ugye ott van a hasába, 9 hónapja van készülni rá. Neked milyen érzés volt először mondjuk a kezedbe tartani a kislányod? A legmeglepőbb érzés az volt, amikor megláttam, hogy valójában mekkora, és hogy ez a 9 hónap áldott állapot, ez igazából szembesülsz vele, hogy mit élhetett át, és hogy egy ekkora gyerek van benne, és amikor én azt gondoltam, hogy ez igazából csak hiszti, meg azért a férfiak el tudnak kényelmesedni, akkor szembesültem azzal, hogy ez nem hiszti. Tehát egy ekkora gyereket hónapokon keresztül, úgyhogy nagyon büszke voltam rá, meg a kisbabánkra is. Hát főleg a végén ugye már a forgatásokon, akkor már nagyon ezért is hagytam abba az utolsó 2 élőadást a Starban, mert már nem éreztem, hogy ez már nem az az állapot, illetve egy utólag most már elmondhatom, hogy el voltak számolva is a heteim, illetve volt egy kis veszély annak, hogy korábban érkezhet a Hanni, úgyhogy ezért is döntöttem akkor úgy, hogy kiszállok ebből. Úgyhogy már vártam, hogy eljön a pillanat, amikor megszületik a Hanni, de mondom, az az állapot, amikor hogy hazajöttünk vele, és hirtelen ránk szakadt ez az egész, hogy kicsi, mi mostantól így leszünk, tehát ő itt lesz már, mindig itt lesz, tehát azért ennek vannak kemény időszakai, hormonilag is, testileg is, én császáros voltam, úgyhogy azért ez kellett ez a 6 hét, tényleg nem véletlenül nevezik 4. trimeszternek. Hogy telt ez az elmúlt 2 hónap, ugye az első hazajöttetek, és onnantól kezdve milyen itthon az élet? Mi a legnehezebb, mi a legkönnyebb, mi a leggyönyörűbb dolog, gyönyörű képeket szoktál posztolni az Instagramra? Hát nem véletlenül azért az alvás megvonással régen vallattak és kínoztak embereket, tehát nyilván ez az egyik legnehezebb része, de még ez sem, mert én tökre bírom az ilyen 4 órás alvásokat, hanem az, hogy egy éjszaka, tehát mire elalszom, mindig fölkelni, és mindig visszaaludni, és mindig újra fölkelni. Tehát inkább egy csomószor azt csináltuk, hogy nem aludtunk, mert még mindig jobb volt egyáltalán nem aludni, mint állandóan fölébredni. Úgyhogy nyilván ez egy nagyon nehéz része volt, illetve az, hogy hirtelen nagyon ingerszegény lett ez az egész életvitel, hiszen én is pörögtem, a Gábor is, és egy kicsit így bedepisztünk meg, így összefolytak a nappalok az éjszakákkal, és most kezd egy kicsit így kialakulni a rendszer, meg már végre nem másfél óránként ébred a Hanni, hanem 3-4 óránként, úgyhogy. Szerintem ez az egyik legnehezebb, hogyha te fáradt vagy, akkor lefekszel, és nagyjából tudod, hogy mennyi időd van. Na most itt lefekszel, és nem tudhatod, hogy az fél óra lesz, vagy 5 perc, vagy 10 perc, fél óra, 2 óra, 4 óra. Most kezdett el lenni, már egyébként ilyen 6 óra volt a legtöbb, amit aludt. Igen, és így ülünk itt vigyázba a kanapén, hogy a kis diktátor vajon mikor fog fölébredni, és van, hogy tényleg így szídom magam, hogy basszus, már 6 órája alszik a gyerek, én meg nem mertem egy szemúnyás sem aludni. Hát, hogy ezekre így bele kell jönni, hát ismerkedünk, tehát, hogy ezek az egész egy ilyen nagy kamu, amitől a nők sokkal rosszabbul érzik magukat, hogy azonnal érzed a kötődést és ezt az egészet, hogy ez nem igaz, ez ugyanúgy meg kell ismernünk egymást a babával, tehát érezzük a szeretetet iránta, meg csodáljuk, hiszen ez az egész maga egy csoda, de azért annak idő kell, amíg az ember megismeri őt, és ő is megismer minket. Hogyan telnek a napjaitok, mennyire jó kislány Hanna Róza, vagy mennyire alszik, alvással azért ezek szerint vannak még problémák, de mennyire jó kislány napközben? Hát egyébként hasfájós volt, úgyhogy
Most vigyorog éppen, hallom, hogy egyébként egy csodálatosan nyugodt és jó baba. Tehát egy szavam nem lehet rá. Hát minden baba üvölt, meg minden baba, hát azért üvölt, mert csak így tudja kifejezni, hogyha valamire szüksége van, ha éhes, ha pisi van, kaka van, tehát nyilván, mint minden baba, ő is sír, de tény és való, hogy egy nagyon kiegyensúlyozott baba, bár ez nagyon múlik a szülőkön is, gondolom, nagyon sokat énekelek neki, a Gábor sokat viccelődik vele, mindig rángatja, rázza, tehát táncolgat vele, és hogy nyilván egy olyan módszereket alkalmazunk, amiben nagyon sokat nevetünk. Ez a legfontosabb szerintem, hogy iszonyat humorral kezeljük. Illetve mi is tanuljuk, nem olvastunk könyvet, nem, nyilván ilyenkor nagyon sok az önjelölt tanácsadó, amiket nyilván meghallgatsz, aztán kiszűröd azt, ami fontos lehet, de hogy ösztönből szerintem, ösztönből csináljuk, és szerintem az a legjobb. Kedves csalókány, hogy a lámpa, az a legjobb tete, ugye? Sok, aki még nem volt kismama, vagy nincs kismama környezetében, az nem biztos, hogy tudja, de itt, amikor megjöttünk, akkor éppen a Hanna Róza mosógép mellett pihent, mert hogy így tud megnyugodni. Hallottam már olyat is, hogy valamelyik kisbaba hajszárító hangjára. Van egy applikáció, amit letöltöttünk, és van rajta repülőzúgás, szívverés, autó, mosógép, minden, hajszárító, igen. És mikor melyiket kedveli. És inkább a mosógépet szoktál. A mosógépet neki nagyon szereti, vagy a mosókonyhába betoljuk, és akkor ott jó idő van, és pikpak elalszik, nagyon durva. De az a durva, hogy én is bealszom rajta. Hát igen, ez az úgynevezett fehér zaj, ugye ez egyébként belénk van kódolva, tehát maga az a magzati, ez a véráramlatnak a hangja, amit a hasban hall, és hasonló ez a monotonitás, ez a zúgás, és valószínűleg ezért nyugodnak meg, mert köti hozzá. Egyébként azt hozzátesszük, hogy nagyon-nagyon szerencsések vagyunk, mert merünk segítséget kérni, és van is segítségünk. Ezt azért hangsúlyozom, mert nagyon sok nőnek van segítség, de nem mer kérni, mert fél, hogy az anyja majd jobban akarja tudni, hogy majd nem engedi őt érvényesülni, vagy bárki-e rokona. Nekem itt van anyukám, és rengeteget segít nekünk. Tehát, hogy az van, hogy kvázi azt a fajta szabadságunkat és spontanitásunkat meg tudjuk most tartani ugyanúgy a Gáborról, hogyha olyan kedvünk van, hogy menjünk el egy kicsit pár órára, vacsorázunk egyet, akkor megtehetjük, és ezt a 3 órát, amíg az étkezések között van időnk most már, azt így tudjuk kettesben is tölteni. Szerintem nagyon fontos, hogy segítséget merjünk kérni. Nagyon szépen köszönjük, és hát további sok boldogság. Köszönjük szépen.